túl vagytok egy Covidon, túl vagytok egy energiaválságon, sportcsarnok bezáráson, meg nagyon sok más viszontagságon. Most már teljes gőzzel nyomjátok a sztorit, tele vagytok versenyekkel, mi újság a Sárkózi MMA Teammel? Dolgozunk ezerre, nem álltunk le a Covid alatt se, bezárásnál se semmi. Látjátok, egy csomó fiatal srácunk van, utánpótlásunk megvan. A profik most pihennek a hétvégén is, meg azelőtt is volt egy csomó jó meccsünk. A most hétvégi sajnos nem sikerült, de ez benne van a pakliba. Én úgy gondolom, hogy ebből is tanultunk, akár súly, visszatöltés, problémák, mentális, de összerakjuk magunkat és megyünk tovább. Tehát egy UFC Fight Pass-ra azért nem minden nap kerülünk be a pici-kicsi falunkból, hanem a nagyvárosokból jönnek, de mi rajta vagyunk. Az az egy szerencse, látjátok, mennyi fiatal van, kezdő, titánok, és látják azt, hogy mi akarjuk, és megyünk ezerre. Nagyon jó edzői gárdánk van, Lackó Balázs, Leocki Csabi, Elter Antal, most a Bush Laci is segít, aki Angliából van itt kint, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy komplex team van, és ha nekem lett volna egy ilyen menedzsmentem, mint akár te, médiában, bárhol, azért én UFC veterán lettem volna. Én úgy gondolom, hogy azért megjártuk volna. Igen, valahol most piszkálnának, hogy Robi, most már vonulj már vissza lassan. Vagy már érvényesülni a fiatalokat. De csak el tudtuk volna mondani, hogy ott is voltunk. Mindenhol voltunk, de ott nem. De a fiatalok oda fognak jutni. Én érzem, hogy addig dolgozunk, addig megyünk, amíg ott nem leszünk. Mi volt addig, amíg zárva volt a sportcsarnok? Hogy oldottátok meg a dolgot? Edzőtáboroztunk, akkor végig? Utaztunk, igen, elmentünk Angliába, kisebb helyekre, összeszedtük azt a versenyző csapatot. A kezdőknek meg leküldtük birkózni, azt vese pályára, a testvérklubunk az is, úgyhogy a birkózás, illetve az edzőtáborok nélkül így oldottuk meg ezt a két hónapot. És most látjátok, hogy brutál létszám. Várunk minden fiatal, amatőr, kezdőt, fiút, lányt. Aki versenyezni akar, annak fölépítjük a karrierjét, mint az amatőrét, aztán a csillagos ég a határ. Egyik karatés barátom mondta, hogy a 90-es években mindenki Kyokushinkai karatéra akart járni, aztán kicsivel később jött a kickbox meg a thai box, most meg hirtelen mindenki MMA-zni akar. Ennyire divatos lett? Szerintem igen, egy azért, mert a médiában is tolják ezzelre, ugyan minden hétvégén te is, én is látjuk, illetve kielemezzük. De az az egy jó sztori van ebben, hogy a számítógép elől elhozzuk őket, mozognak, technikázunk velük mindent, a mások meg le fognak morzsolódni, aki nem ide való, mert ez egy kőkemény sztori, itt oda kell raknod magad fejbe, agyba. Meg mi azt tanítjuk a Csabiékkal, a többi edzővel, hogy magatartás, tisztelet, mert a harcistene megbüntet mindenkit, aki nem tiszteli a másikat. Lásd, ott van egy csomó harcos, akinek eltölt a lába, sípcsontja, vagy bármilyen sérülése lett, és nem tisztelt a harcistenét. Miért van az, hogy Szlovákiában egész szépen virágzik az MMA, Lengyelországban a KSV az nagyjából már olyan, mint egy európai UFC, legutóbb Horvátországban vittetek két ígéretes versenyzőt, de hogy nálunk valamiért botladozik a promóció. Biztos sok az olyan küzdősportág, ahol nagy tehetségek vannak, és nagyobb támogatottságot tudtak kieszközölni. Nálunk ez egy fiatal sportág. A támogatottságot még igazániból nem tudtuk elérni, és azok a régi profi gálák, amik fönn vannak a falon, a díjazottjaink, azok a profi gálák nincsenek meg, és amatőr bajnokság nélkül nem is lehet. Tehát megvolna az az amatőr bajnokság, ami kint van, jól finanszírozva, jól szervezve, akkor nyilván a rendezni akaró klubok száma is végre megmozdulna, mert csak kettő olyan klub van az országban, Szegeden kívül még egy, amelyik rendezni szokott amatőr és profi gálákat, tehát így nem könnyű eredményt fölvonultatni. Se nemzetközi, se még itthon, más sportágakhoz képest sem. Pont a legutóbbi Szeged 365 interjúmban meséltél arról, hogy egy kicsit, hogy az húzósabb lenne a szegedi éjszaka. Nyilván a különféle szórakozó helyeken rendet tartanak, rendet tartotok, de nyilván onnantól kezdve, hogy nyílt terepen van a delikvens, azért úgy néha némi kobra kály előfordul. Mi a hozzáállása a srácaitoknak? Nyilván akik ide járnak, ez a 30-40 srác valószínűleg jól az átlag felett van egy ilyen szituációban. Mit tanítotok nekik?
elsőnek az, hogy csak védd meg magad, mert akit én meghallok, hogy balhézik az utcán, vagy csinálja a fesztivált, az én mi nevünkkel visszaél, akkor nem kell ide járni edzésre. Ha meg olyan szituációba kerül, akkor védje meg magát, meg a gyengébbet. Ez az elsődleges történetünk.